Dr. Füzi Ákossal beszélgetünk telkiben, aki mint eddig ugye az Újpest egyik vezetője volt, ám azóta történtek változások. Ákos, arra kérnélek, hogy meséld el, hogy hol és hogy folytatod majd tovább a vezetői munkásságodat. Így van, végül is a mai nap egyfajta búcsú is ezen a sorsoláson. Utoljára vagyok itt, mint az Újpest egyik képviselője. A jövőben a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma sportpolitikai államtitkárságán fogok dolgozni, azon belül is a szakmai főosztály egyik osztályán a versenysport és utánpótlás osztálynak leszek a vezetője. Ez mennyiben lehet majd más munka, mint eddig Újpesten végeztél? Hát én úgy gondolom, hogy azért ez eléggé más lesz. Egyrészt ugye államigazgatási feladat, tehát azért előtt egy klub működtetésében való részvételtől. Úgy gondolom, hogy egy kicsit a foci talán így most az életemben háttérbe szorul, abból a szempontból, hogy ott ugye bár minden sport, tehát az összes magyarországi sportággal kapcsolatos foglalatosság lesz a mindennapjaink kitöltője, úgyhogy de nyilván azért a szabadidőmben nem fogok elszakadni a futballtól. És milyen volt Újpesten dolgozni? Újpestnek nagyon sokat köszönhetek, egyrészt játékosként is nagyon jól éreztem magam, másrészt pedig amint abba hagytam a sérülésemet követően az aktív játékot azonnal megkerestek. Ez nagy öröm volt, hogy a civil pályán így mindjárt el tudtam indulni. Jól éreztem magam, azt köztudott, azért voltak apróbb nehézségek itt az elmúlt két év folyamat során az Újpestnél, de mindenki azért egy irányba, mindenki abba az irányba megy, hogy jó csapat legyen mindig az Újpest, a szurkolóknak mindig erre van igénye, és büszke vagyok arra, hogy az Újpestnél dolgozhattam.